Good evening. Join me. This is Drug Report Der News. Promised life. Drug Report Der News. Love and hope and trust and confidence. Tonight, there's something special to talk about. So, won't you join us? Sziasztok, én Sárosi Péter vagyok. Én pedig Vas Beatrix. Ez pedig a Drug Reporter híradó, ahol a legérdekesebb hírekről tudósítunk benneteket a drogpolitikai reformok világából. A nigériai képviselőház gazdasági okokból legalizálná a kanabiszt. A nigériai képviselőház egyik szóvivője, Benjamin Okezie-Kalu, egy sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, Nigéria hamarosan legalizálhatja a kanabiszt. A lépésnek elsősorban gazdasági motivációi lennének, az ország ugyanis rendkívül függ az olajtól, így nagyon kitett például az olyan piaci eseményeknek, mint az olaj elveszakadása a pandémia alatt. A válságból való kilábalás részeként a mezőgazdasági szektort szeretnék felpörgetni, ott új munkahelyeket teremteni. Erre kínálhatna lehetőséget a legális kanabisz termesztés. A képviselő kiemelte, hogy szakértők szerint 2023-ra Afrika legális kanabisz piacának értéke meghaladhatja majd a 7,1 milliárd amerikai dollárt, ezzel párhuzamosan pedig a régió több országa is a legalizációt fontolgatja. A Cseh Alkotmánybíróság érvénytelenítette a büntető törvénykönyv egy részét. Egy májusi döntésében a Cseh Köztársaság Alkotmánybírósága hatályon kívül helyezte a büntető törvénykönyv kanabisz termesztésére vonatkozó szabályainak egy részét. A bíróság szerint alkotmányellenes, hogy a kormány rendeletben határozta meg, mi tekinthető csekély mennyiségnél nagyobb mennyiségnek. Tehát akkora mennyiségnek, aminek a birtoklása és termesztése már bűncselekménynek minősül. Az EU alapjogi chartájának értelmében ugyanis csak törvényben lehet arról rendelkezni, hogy milyen magatartásnak lehet büntetőjogi következménye, illetve hogy milyen büntetés szabható ki. Tehát egy kormányrendelet nem határozhatja meg a büntethetőség alsó határát. Az Alkotmánybíróság döntése értelmében ezen túl a bíróságok saját hatáskörükben esett jog figyelembevételével dönthetnek arról, mi számít csekély mennyiségnél nagyobb mennyiségnek. Több amerikai beszállító termeszthet kanabisz kutatási célokra. Az Egyesült Államok kábítószerellenes hivatala bejelentette, több termesztőnek is engedélyt ad kutatási célú kanabisz termesztésre. Az elmúlt 50 évben kizárólag egy, a Mississippi Egyetemen működő központ volt jogosult arra Amerikában, hogy orvosi kutatásokhoz termeszen és szállítson be kanabiszt. A döntésről több kutató úgy nyilatkozott, hogy ez a kutatási szabadság győzelme, hiszen ezáltal több változatosabb fajtájú összetételű és erősségű kanabisz származék és termék orvosi felhasználását vizsgálhatják meg tudományos keretek között. A máltai munkáspárt legalizálná a kanabiszt. A máltai munkáspárt vezetősége elfogadott egy átfogó javaslatcsomagot a kanabisz jogi szabályozásának reformjára, amiben szerepel a drog legalizációja is. Mondta el a Times of Malta újság értesülései szerint a párt elnök helyettese Daniel Mikelev. Márciusban a máltai kormány egy nyilvános konzultációt indított a kanabisz szabályozásával kapcsolatban. Hivatalos kiadványban a kormány arra tett javaslatot, hogy a kanabisz birtoklásáért 7 gram mennyiségig, személyes használatra történő termesztését pedig 4 tő növényig dekriminalizálni kell. A Malta Today szerint több mint 350 visszajelzés érkezett már a javaslatokra különböző szervezetektől és magánemberektől. A nemzeti párt, az legnagyobb ellenzéki párt azonban elzárkózott attól, hogy a kormány felhívására válaszolva véleményezze ezt a javaslatot. Májusban 2 éves engedélyezési folyamat után a Zenabis Global gyógyszercég megkapta az engedélyt a máltai gyógyszerhatóságtól, hogy gyógyászati és kutatási célból kanabiszt termeszthessen az országban. Biztató eredményeket mutat az MDMA-asszisztált terápia a PTSD kezelésében. A MEPS bejelentette, hogy a klinikai vizsgálatok harmadik fázisának első szakasza biztató eredményeket mutat az MDMA-asszisztált terápia hatékonyságáról a posztraumás stressz betegség kezelésében. A harmadik fázis résztvevői közül az MDMA segítségével kezelt csoport 67%-a, míg a placebót kapó csoport 32%-a 3 terápiás ülés után olyan javulást mutatott, hogy tüneteik alapján már nem állt fenn náluk a betegség. Az eredmények biztatóak a betegség sokszor nagyon nehezen kezelt változatánál is,
mint például a diszociatív tünetekre is. A harmadik fázisú klinikai vizsgálatok második szakasza már elkezdődött, a MAPS reményei szerint pedig 2023-ra az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezheti az MDMA asszisztált terápia alkalmazását PTSD kezelésére. 25 embert megöltek Rio de Janeiro történetének legvéresebb rendőrségi razziájában. Legalább 25 embert öltek meg egy razzia során Rio de Janeiro legnagyobb nyomornegyedében, favellájában, amikor a rendőrök kábítószerkereskedők után kutattak. A Guardian című brit lap szerint a mostani eset a város történetének legtöbb halálos áldozattal járó rajtaütése. Rio polgári rendőrségének körülbelül 200 erősen felfegyverzett tagja rohamozta meg Jacarezinho negyedet május 6-án. Intézkedésüket golyóálló helikopter és a negyedeket bekerítő lövészek is támogatták. A déli órákra legalább 25 ember életét vesztette, köztük a drogellenes rendőri osztag egyik tisztje is. A rendőrség és a helyi média szerint több áldozat a gyanúsítottak közül került ki, de ezt egyelőre bizonyítékokkal nem támasztották alá. Santos Silva, egy riói közbiztonsággal és emberi jogokkal foglalkozó szervezet kutatója szerint a városban zajló drogháború, drogellenes háború nagyon hatékony, amikor a gyilkolásról van szó, ugyanakkor nem segít a lakók megvédésében és nem is csökkenti a bűnözést. Köszönjük a figyelmeteket, ez volt a Drog Reporter híradó májusi adása. Amennyiben tetszett, kérjük, támogassátok a Drog Reportert. Találkozunk egy hónap múlva. Sziasztok! Sziasztok! Thank you for joining us. What we've been able to achieve has been done with your help. Now we go on to the next stop, making a final commitment. Now we need your support again. Support Drug and Report Their News. Today,